Az elmúlt egy évben szinte mindenkinek beszűkült az élete, hiszen az időnk jelentős részét otthon töltjük. Többek között erről fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntöm a műsorban Nyikes Fatimét. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönjük a lehetőséget. Hát mindenek előtt arról beszéljünk, hogy hogy vagy, és hogyan éled meg ezt a hosszú hónapok óta tartó időszakot. Hát kicsit hullámzó, mint szerintem így mindenkinél, aki valamilyen szektorban tevékenykedik. Főleg a mi fő profilunk az ugye a gyógymasszázs, illetve a látássérült embereknek az érdekképviselete, illetve az ő ellátásuk, és az mind a kettő olyan terület, ahol nagyon fontos a személyes kontakt. És hogy ezt ebbe a elmúlt egy évben, hogy tudjuk kiküszöbölni, az azért egy elég erős kihívás elé állított bennünket. Tehát nyilván, hogy a masszőr tevékenységnél sehogy. Tehát ott azt lehetett csinálni, hogy minden előírásnak megfeleltetni a szervezetet, illetve a stúdiót, tehát nagyon sokat költöttünk a fertőtlenítésre. Múlt héten például volt egy ózonfertőtlenítés, de sokkal gyakoribb a takarítás, készfertőtlenítőt vásároltunk, diffúzorokat szereztünk be az összes masszázshelyiségbe, fertőtlenítős lábtörlőn. Természetesen figyelembe veszük azokat az előírásokat is, amik az adminisztráció irányából teszik szükségessé azt, hogy egy picit jobban odafigyeljünk. Tehát mi tényleg minden vendégtől megkérdezzük azt, hogy érzi magát, megmérjük a názán, illetve hát szorgalmazzuk az oltásokat. Most már minden kollégánk eljutott odáig, hogy szeretnék felvenni az oltást, úgyhogy nagyon remélem, hogy lassan nem csak a recepciósok, hanem a masszőrök is megkapják azt a védettséget, ami szükséges ahhoz, hogy nagyobb bizalommal jöjjenek a vendégek, illetve ők is nagyon bizalommal jöjjenek dolgozni. De egyébként az a tapasztalat, hogy a lelkesedéssel az embereknek nem hagyott föl, így a szolgáltatásuk igénybe vétele iránt. Valószínű, hogy ennek az is oka egyrészt, hogy az egészségügyi szolgáltatásban most valahogy így jobban akadozik az ellátás, és hogy hozzánk időpontra lehet jönni, azért mégiscsak egy rekreációs területet tudnak igénybe venni, ami azért a napi jó közérzetükhöz nagyon sokat hozzáad, illetve a kollégák részéről is azt látom, hogy szeretnének dolgozni. Tehát tavaly egy 2,5 hónapos időszakra bezártunk, az nagyon hosszú volt. Idén... Hogyan tartottátok ott a kapcsolatot? Mert azért az első hullámot szerintem mindenki nagyon drasztikusan élte meg. Igen, hát ott szerintem nagyon nagy volt az ijegység. Tehát az is felmerült a masszőreimben, hogyha ez a vírus ez nem szorul vissza, vagy ez a vészhelyzeti időszak ez gyakoribban megismétlődik, akkor lehet, hogy más munkát kell keressenek, mert nem értenek máshoz. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és szerintem nagyon nagy kihívás, főleg egy látássérült embernek, mert a gyógymasszázs az egy olyan terület, ahol teljes esélyegyenlőséggel tudnak a munkaerőpiacon teret hódítani. Tényleg azt kell mondjam, hogy ilyen 20 éves gyakorlattal rendelkező gyógymasszörök dolgoznak nálunk, nagyon szeretik őket a vendégek, nagyon jó kis csapatunk van, de hogyha ezt a munkát nem tudják végezni, akkor azért felmerül a kérdés, hogy akkor hogyan tovább, és akkor innen tudnék átkanyarodni úgy egyáltalán látássérültek helyzetére, mert ez is egy érdekes helyzetet rajzolt föl az elmúlt évben. Ugyanis nálunk a közösségépítés, a közösségteremtés az egyik fő szegmense a munkánknak. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy tényleg az emberek közötti interakció az élő legyen, és kölcsönös. És hát most az elmúlt évben szinte egy-két programot tudtunk megszervezni. Nyáron voltak ezek a programok, amikor feloldották a korlátozásokat? Igen. Akkor egy-két programot meg tudtunk szervezni, de ahhoz képest, hogy mi heti szinten szervezünk szabadidős vagy kulturális programokat, ahhoz képest ez szinte a nullával egyenlő. És hát azt érzem, hogy az emberek tényleg egyrésztről kezdik megszokni, hogy el vannak szeparálódva, tehát magát a szegregációt, ami úgy gondolom, hogy nem jó. Másrésztől pedig próbáljuk őket az internetes világ felé terelni, tehát hogy eszközöket osztottunk ki, a betanítását segítettük, illetve egy online klubot indítottunk még tavaly tavasszal, és itt igyekszünk tematikus napokat tartani, illetve egy kicsit helyettesíteni azokat a klub tevékenységeket vagy személyes programokat, amik kellenek ahhoz, hogy ne magányosodjanak el a látássérült emberek, mert ugye alapvetően is probléma, hogy bezárkozunk a saját világunkba. Hogyha a közlekedés, a személyes találkozók is akadályozva vannak,
akkor így hajlamosak vagyunk arra, hogy visszaszoruljon az igényünk is. És itt ugye a társadalmi integrációnak az a lényege, hogy azért így meg tudjunk jelenni benne, és hogyha ez korlátozva van, akkor nyilván, hogy ez hosszú távú problémákat is okozhat, de azon vagyunk, hogy akkor több legyen a telefonos megkeresés. Van egy-két kollégánk, aki folyamatosan látogatja a tagokat, főleg akik már megkapták az oltást, ugye ők már bátrabban beengednek bennünket, illetve a házi segítségnyújtásunk az folyamatos. Tehát aki rászorul arra, hogy bevásároljunk neki, gyógyszert váltsunk ki, az orvoshoz elmenjünk, receptér, esetleg időpontra elvigyük orvosi vizsgálatra, ebben állunk a rendelkezésükre, és erre most nagyobb igény és szükség is van. Pont ezt akartam kérdezni, hogy most ők többen vannak, akik segítségre szorulnak? Igen. Főleg a bevásárlás, meg hát amiket említettem, különböző ügyintézések, amik egyébként is belassultak most. Ott nagyobb szükség van arra, hogy melléjük tudjunk állni. Gondolom, hogy ezekben az időkben tervezni is nehezebb, de azért egy picit beszéljünk a jövőről, hogy nyáron, vagy esetleg ősszel, hogyha majd egyszer a Covid utánról tudunk beszélni, akkor mi az, amit terveztek? Mi minden évben tervezünk egy régebben életmód tábornak hívtuk, most már átneveztük együtt hétre, mert az életmód tábor funkcióját azt azért egyre inkább elvesztette, mert most már azért inkább olyan helyeket keresünk, ahol nagyobb a komfortfokozat. Azért így ezek a táborok, ezek elég nomád körülmények között indultak, tehát tényleg az önellátásra próbáltunk így hangsúlyt helyezni, de az volt az igény, hogy inkább ilyen nyaralósabb legyen ez az együtt töltött egy hét. Viszont az a funkciója, hogy együtt vagyunk, hogy egymásnak is mintát adunk arról, hogy kell viselkedni, egyáltalán hogy kell egy friss látássérültnek ezt az állapotot valahogy úgy elfogadni, megtanulni, működtetni, hogy a környezetünknek se okozzunk vele nagyobb terhet, mint amennyi szükséges, illetve valahogy így lelkileg is toppon tudjunk maradni. Erre ezek szerintem zseniálisak ezek a lehetőségek. Tavaly ez elmaradt. Most idén újra elkezdtük szervezni. Nagy eséllyel, ugye, hát, hogyha most igaz, hogy tényleg a korlátozásokat a nyárra feloldják, akkor most Dombovára fogunk menni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Azt még említsük meg, hogy aki az Egyesületről vagy a stúdióról szeretne tájékoztatást kapni, akkor milyen platformon, hogyan kereshet fel titeket? Akár látássérült és segítségre szorul, akkor hogyan fordulhat hozzátok? Van az Egyesületünknek egy weboldala, ugye www.bulake.hu. Mert az Egyesületünk rövidítése az a Bulake, mint Buda környéki látássérültek összetartó egyesülete, és azt gondolom, hogy ott minden elérhetőséget megtalálnak. Én nagyon szívesen fogadom a személyes megkereséseket is, illetve különböző telefonszámon el lehet érni a masszázsstúdiónkat, a rehabilitációs központunkat, mert arról nem beszéltünk, hogy mi 3 éve indítottunk egy rehabilitációs központot, ami kifejezetten arról szól, hogy azokat az embereket segítsük újra megtanulni, az életbe boldogulni, akik elvesztették olyan mértékben a látásukat, hogy az már akadályozza őket az önálló életvitel kialakításában. És hát kérjük szépen az 1%-okat, aki még nem kötelezte el magát. És ez is a honlapon az adószám megtalálható. Így, és szívesen adná egy jó célra, mert hogy azt gondolom, hogy amit csinálunk, annak tényleg értelme van, és nagyon-nagyon nagy szeretettel végezzük a munkát mind a 42 munkavállalóval, akiket foglalkoztat az Egyesület. Nagyon szépen köszönjük. Jó munkát kívánunk. Köszönöm a lehetőséget még egyszer.